Tisztelettel köszöntöm Önöket Tiszavasvári Városi Kormányzata nevében. Köszöntöm körünkben Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnökét, Bolnár János. Bolnár János országgyűlési képviselő urat, Dr. Fülöp Eriket Tiszavasvári polgármesterét, Baricz Ildikó jegyzőasszony, a képviselőtestület megjelent tagjai, valamint minden kedves vendégünket. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat a mai projektzáró rendezvényünkre. Kérem, álljanak fel és énekeljük el a hímnuszt. A Hampó László Zeneiskola ünnepi műsorával folytatjuk. Thank you.
Szabó László Zeneiskola ünnepi hitányát. Felkérem Vona Gábort, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnökét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Szent Hölgyeim, Uraim, tisztelt jelenlévők, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és szeretném megköszönni az önkormányzatok a településnek, hogy itt lehetek ma ebben az ünnepi pillanatban önökkel. Az jutott eszembe, készülődve erre a rövid felszólalásra, mert ígérem, hogy nagyon rövid leszek. Néhány évvel ezelőtt, még mielőtt országgyűlési képviselő lettem volna, mennyire irritált, amikor valami jó dolog történt egy településen, és az átadás ünnepségen megjelentek a politikusok. Még át is várom a szalagokat, nem tudom, talán még nekem is lesz majd ilyen szeretem a mai napon, és mennyire zavart az, hogy egy munkás paraszti származásommal, mennyire zavart engem, hogy hát miért nem azok az emberek várják át a szalagot, akik ott melóztak, dolgoztak, esőben, hidegben, melegben, miért a politikusok tolongolnak ott ilyenkor ollóval a kezükben, hogy a szalagot átvághassák, és a kamerába akár egy vágókép erejéig, de bekerülhessenek az esti híradóba. Aztán az Isten ember botta, most itt vagyok, és ha nem is tolongolok itt a mikrofonért, de mégis úgy hozta a helyzet meg a sors, hogy mondhatok egy pár gondolatot én is a város sikerével kapcsolatban. És azt gondolom, hogy már nem változott a véleményem arról, hogy nem szép dolog, amikor a politikusok kisollóval tolongolnak a kamerák előtt. Azért mégis fontos szerepe van a közéletnek, fontos szerepe van a politikának egy-egy pályázat sikerét illetően. Ezt a saját bőrünkön, a saját bőrömön megtanulhattam, különösen egyébként ennek a pályázatnak a kapcsán. Hiszen volt szerencsém az egész folyamatot a legeslegelejétől, mondhatom azt, végigkövetni, végigkísérni. Látni azt, amikor megszületett az ötlet, a lehetőség. Aztán személyesen telefonon egyeztetni polgármesterrel, amikor úgy tűnt, hogy elveszik ez a lehetőség. Aztán újra örülni, amikor úgy tűnt megint, hogy most akkor minden sinem van, aztán újra megrémülni, amikor már megint úgy tűnt, hogy megint minden elveszik. Szóval átéltem ezt a hullámvasutat, ami egy ilyen pályázatnak a folyamatát végigkíséri, minden egyes rezdülését, és természetesen nem azzal az intenzitással, mint a helyben élők, de azért mégis tiszavasvári sorskát, a szívemen viselő magyar emberként, magyar állampolgárként együtt izgultam a várossal, hogy ez a pályázat sikeres legyen, és most menet közben már, amikor a munkálatok végül elindultak, itt voltam nagy örömmel, és most tényleg azt mondom, hogy elégedettséggel, nagy örömmel állok itt abban a pillanatban, amikor ezt úgymond lezárjuk, ezt a folyamatot, és átadhatjuk tényleg a tiszavasvári embereknek, a városnak mindazt a szépet és jót, amit ez a pályázat, ez a rehabilitációs pályázat jelent a településnek. Nagyon fontos elmondani, hogy ez egy közös siker természetesen, tehát gratuláció és köszönet jár azoknak, akik a pályázatot megálmodták, azoknak, akik megírták, azoknak, akik dolgoztak ennek a pályázatnak a sikeréért, és természetesen köszönet és hála, illetve a döntéshozókat is, akik végül úgy döntöttek, hogy ennek a pályázatnak helye van Magyarországon, mint ahogy, és Visszavasváriban, mint ahogy köszönet azoknak, akik végül megvalósították, és elvégezték azt a munkát, amit elvégeztek. Magáról a pályázatról gondolom polgármester úr bővebben fog beszélni, de nagyon jó volt azt látni, hogy mennyire szertágazó az a fajta rehabilitációs spektrum, amivel a város gazdagodott, a kultúrától, a közbiztonságon át a közigazgatásig, szinte minden területet felölelt és érintett ez a felújítás. És ugye most közeledünk október 23-ához, nemzeti ünnepünkhöz, a szabadságért hívott nemzeti ünnepünkhöz, de Vasvári egy másik szabadságért hívott nemzeti ünnepünknek egy hősét, hősének nevét viseli a saját nevében. És amikor Vasvári párra gondolunk, akkor azt gondolom mindannyiunknak a fiatalság, a lendület, az erő, a megújulás, az új akarása jut eszünkbe erről a névről, vagy legalábbis bennem ezek az asszociációk jönnek elő. És hát nagyon örülök annak, hogy Vasváriban, Vasvári pár nevét viselő városban, itt most azt tudjuk mondani, hogy megújulás történt, és történt frissesség, és történt erőfelmutatás. A település az életjeleit mutatja. Azt mutatja, hogy erős, hogy ez a közösség képes arra, hogy sikereket, közös sikereket érjen el. És ez nagyon fontos, mert a mai Magyarországon, a mai Európában minden apró sikernek örülni kell. Látjuk, hogy milyen óriási problémák, milyen óriási kihívások elé néz a jövő Magyarországa és a jövő Európája. És hát ez nem egy apró siker. Ez egy közel 500 milliárd forint tisztességes, becsületes, jó célra való felhasználásra, azt gondolom, hogy az egyáltalán nem kis siker vagy apró dolog, hanem ez egy nagyon nagy dolog. Egy ekkora város életében ez egy olyan
siker, egy olyan eredmény, amire még a további generációk is büszkén emlékezhetnek. És van abban valami fura, hogy amit most mi örömmel nézünk, látunk, ezt különösen, akik itt élnek, látják a változást, a megszépülést, a megbővülést, azt majd egy-két generációval később már természetesnek fogják tekinteni. Ez is eszembe jutott, amikor készültem erre a kis megszólalásra, hogy sokszor azért, amiért a jelen vértizzad és verejtékkel dolgozik, az a következő generációk számára mennyire értelmű, vagy mennyire megszokottá válhat. Egy felújított épület, amiben jár, egy kamerarendszer, amely a biztonságát őrzi, egy megszépült zeneiskola, ezek mind néhány év múlva már természetesek lesznek, és talán senki nem fog emlékezni arra, hogy azért milyen sokan dolgoztak annak idején. Úgyhogy én arra kérem Tiszavasvári városát, hogy becsülje meg nagyon ezeket az eredményeket, legyen rá nagyon büszke, és kívánom azt, hogy használja a legnagyobb szeretettel mindazt, amit most megkapott. Köszönöm szépen a figyelmet. Monatáról pártjára köszöntője után felkérem dr. Fülöp Erik polgármester, tartsa meg a túlbeszédét. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Tiszavasvári városnak kormányzata nevében, és kérem engedjék meg, hogy én is külön köszöntessem Vona Gábort, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnökét, Molnár Jánost, a Jobbik Magyarországért mozgalom alelnökét, Katona Pétert, regionális igazgatóurat, és Molnár Lászlót, Rakamaz város polgármesterét, aki szintén megtisztelte a mai kis ünnepségünket, és azokat a kormányzati képviselőket, nemzetiségi önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket, kedves kollégákat, akik szintén eljöttek erre a mai kis ünnepségünkre. Én úgy érzem, hogy a zeneiskola által játszott gyönyörű, komoly zenei dallamok mindannyiunkat ünnepi hangulatba emeltek, mert hogy a mai nap alkalmával ünnepelni jöttünk ide. Egy közel 3 éves korszak zárul le ezzel a mai nappal. Én azt hiszem, hogy egy rendkívüli sikertörténetnek lehetünk ott, ami 3 évvel ezelőtt döntött még úgy a képviselőtestületünk, hogy vállalva a pályázati kihívást, a közül bővítő városi pályázatunkon megmérettetjük Tiszavasvárit, és próbáltunk olyan programelemeket bevonni ebbe a hatalmas, nagyívű elképzelésbe, amely itt a mai nap megtestesült és valóságá vált. Én úgy érzem, hogy az elmúlt 3 évet latba vetve, hát rendkívül sok állatlan éjszaka, rendkívül sok idegeskedés, rendkívül sok aggodalmas percet és órát és napot élhetünk át, de mégis azt gondolom, hogy idővel az ember csak a jóra és a szépre emlékszik, és most hát teli vagyok érzelmekkel, teli vagyok jó, felemelő és örömteli pillanatokkal és gondolatokkal. Elnök úr, a köszöntő beszédében én azt hiszem, hogy kiválóan érzékeltette, hogy valóban ez egy közös siker, és ő már utalt rá, hogy ez nem egy embernek, hanem egy képviselőtestületnek a munkáját dicséri, amelyet most itt elértünk közösen Tiszavasváriban, hanem emögött komoly csapatmunka áll. És bevallom az igazat, hogy engem végtelen jó érzéssel tölt el az, hogy ebben a projektben megismerhettem nagyon sok kollégámnak a emberi hozzáállását is, a kitartását, a munkabírását is. És most kérem engedjék meg, hogy kiemeljem és nevesítsem azokat a személyeket, akik nélkül most ez az ünnepi alkalom nem jöhetett volna létre. Nagyon köszönöm elsősorban elnök úrnak a biztatását, támogatását, szakmai, sokszor baráti támogatását, és természetesen politikai vonalon a segítségét, amelyet én azt hiszem, hogy minden olyan pillanatban, amikor én a kicsit csüggedve, aggályoskodva is hozzáfordultam, de mindig barátsággal és biztatással igyekezett minden segítséget megadni, hogy most itt állhasson közösen. Nagyon köszönöm az Opus Team Kft-nek, a Pályázatíró Kft-nek, akik valóban rendkívül jó szakmai segítséggel ezt a pályázatot összerakták. És természetesen köszönöm konzorciális partnereinknek, az önkormányzat mellett a Református Egyháznak, a Titár GT-nek, hogy vállalták ezt a kihívást, és ők is igyekeztek ezeket a programelemeket megvalósítani. Mindemellett a KLN.com Kft-nek, akik minden napjaink biztonságát igyekeztek
még biztosabbá tenni, és a kamerarendszer kiépítésében nagy szerepet játszottak. Minden olyan civil szervezetnek, minden olyan intézményünknek, akik a szoftelemeknek, a mini és a nagy rendezvényeknek a megvalósításában dandár szerepet vállaltak, valamint azoknak a kedves hivatali dolgozóinak, akik sokszor az én rigolyás és egyre jobb rigolyás a természetemet is elviselték, és gyakran nyertek egy nagyot, és próbálták a legjobb tudásuk, szaktudásuk szerint elviselni az olykor nagyon nehéz akadályokat, ezökkel őket, és néhány pillanat alatt felülkelkedtünk ezeken, és most itt állhatunk és itt örülhetünk. Viszont ez mindig csak a szellemi tevékenységről szólt, mindig csak a beszédről és a köszönet nyilvánításról szólt, viszont azért itt ül a körünkben az a két cégnek a képviselője, akiknek a vértizzadó munkája megtestesült a mai nap folyamán. És kérem, hogy hagyj köszönhessen meg a Baukeret Kft-nek és Ircsú Mihálynak. Nyaké Kft-nek, Jakas Gábornak, Szabó Sándornak és Fehérvári Istvánnak, akik a kollégáikkal együtt a rendkívül szűkös pályázati határidőt szinte percre pontosan betartottak, néhány hónap alatt a semmiből egy csodát építettek. Én azt hiszem, hogy nem tudtuk volna összerakni ezt a sikertörténetet, hogyha nem lett volna minden olyan területen rendben a szakértelem, mint a közbeszerzés területén, amely itt jelenlévő dr. Éles Viktóriának köszönhető, valamint annak a Kovács Zoltánnak, aki a műszaki ellenőrzésben nagyon nagy szerepet játszott. Mint ahogy már a mindenki gondolataim elején mutattam rá, hogy azért jó néhány aggodalmas percet és állatlan éjszakát is okozott ez a város rehabilitációs pályázat, de ugye idővel az ember csak a szépre és a jóra emlékezik, és most még engedjék meg, hogy nagyon röviden érzelmekről beszélhessek, és azokról a visszajelzésekről, amelyeket a városlakóktól kaptam. Épp a napokban édesanyám egy családi ebédnél jelezte, illetve mesélte el nekem, hogy a kollégái az egyik iskolában, az egyik intézményünkben milyen jó leső érzéssel mondták, hogy valóban most már a településünk dísze lett a megújult városháza. Vagy elhallgatva azt a komoly zenei előadást, amelyet most a Hankó László Zeneiskola kapott, illetve tartott, számomra végtelen jó leső érzés volt, olyan szülőkkel találkozni, akik azt mondták, hogy most immáron a tehetséges és zenei téren járatos gyermeküket a Hankó László Zeneiskolába szeretnék beiktatni, mivel teljességgel megújult, megszépült ez az iskola. Az is számomra örömteli érzés volt, hogy épp a mai napokban találkoztam olyan sportkedvelőkkel, teniszkedvelő oldalátaimmal, akik szinte már tűkönülve várták, hogy mikor vehetik használatba ezt a csodálatos teniszpályát, amely itt a városközpontunkban van. És volt néhány olyan visszajelzés is, elsősorban az idősebb korosztályukból, akik azt mondták, hogy mennyire kellett már Tiszavasvárinak a térfigyelő kamerarendszerünknek a bővítése, hogy valóban nyugodtan hajthassák álomra a fejüket. Én azt hiszem, hogy igyekeztem mindenkinek megköszönni, számomra végtelen jó eső és örömteli érzésre ennyi mindenkit felsorolhattam, ennyi mindenkinek mondhattam köszönetet, valóban egy csapatmunka volt, amelyben több tucat ember vett részt, de azt hiszem, hogy ennél sokkal jobban túlmutat az, amit itt együtt közösen megvalósítottunk. Az elmúlt 10 év legnagyobb pályázati beruházásnak az álló projektjén veszünk ma részt, és én biztos vagyok, hogy ezek a lakossági visszajelzések is azt mutatják, hogy Tiszavasvári örül ennek a hatalmas sikernek, hiszen közös a siker. Köszönöm, meghallgatom. Kérem, az ünnepi esztalag átvágása előtt énekeljük el a szózatot.